Mi lehet a pécsi levegőben, amitől a Baranyai megye székhely csak úgy ontja magából a sikeresebbnél sikeresebb bandákat? Erre a kérdésre próbál meg választ találni Lévai Balázs hétfőn bemutatott új zenés dokumentumfilmje, a Pécsi szál. Pécs az a város, ahonnan az elmúlt 25 évben 4 első ligás zenekar is kijött, és akkor még nem mondjuk a kisebbeket, tehát a Kispál és a Borz, a 30Y, a Punani Masszív és a Halott Pénz, és akkor ez a jelenség kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon mi van ebben a városban, ami ennyire jó táptalaja a könnyű zenének. Az említett zenekarok pedig mind örömmel visszatértek szülővárosukba, hogy segítsenek Szabó Simonnak megfejteni a rejtélyt, és ha már mind arra jártak, össze is ültek egy kis közös zenélésre. Most is van Pécsen rengeteg aktív zenekar, akiknek a tagjai gyakorlatilag egymásnak zenének, és egymás között zenélgetnek, és különböző felállásokban zenének együtt, úgyhogy ez egy teljesen csárias forgatás is volt, úgyhogy szerintem teljesen kötetlen volt az egész beszélgetés, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása. Simon egy természettudós kíváncsiságával közelített a zenészekhez, izgalmas kísérletekkel, egyének tanárnő felkutatásával és DNS-teszttel is kereste a jelenség forrását. Mégis úgy érzi, hogy a munkája még korán sem ért véget. Pécs mindenféleképpen kikerülhetetlen a magyar zenei kultúrában, de most, hogy rákérdeztél, azért már nem kezd feltörni egy-egy újabb városnév, amiről még nem beszéltek, mert ki tudja.